A paksi csapat hány alkalommal vett részt mindez ideig? Én az első alkalommal is itt voltunk, akkor óvisak voltak még ez a korosztály, úgyhogy én azt gondolom, hogy mi a Paksi FC mind a hét alkalommal itt volt ezen a tornán, hiszen a két klub azért utánpótlás szinten azt gondolom, hogy megfelelő kapcsolatot ápol, úgyhogy itt voltunk mindig. Az összekovácsolás szempontjából heti hány edzést tart a csapatuk? Az igazsághoz hozzátartozik, hogy én az utánpótlás vezető vagyok, és aki ennek a csapatnak az edzője, az a Péter Norbert, aki az M4-es csapatnak a pályaedző, és ma a felnőtt csapatunk pont ebbe az időpontban a Kispesten játszik bajnoki mérkőzést, úgyhogy ő az első két forduló volt itt, én meg az utolsó kettőn kicsit helyettesítettük egymást, úgyhogy ez így alakult. Úgyhogy ő 5 alkalommal vezényel edzést, illetve a mérkőzések vannak, nyilván a délnyugati U14-es bajnokságban szerepelünk. Külön készültek erre a Mikulás kupára? Nem készültünk. Inkább ezt fontos volt a játék, az, hogy a gyerekek játszanak, meg így lezárni az évet, az nekünk az jó. Minden játékosunk szerepelt, végülis ennek ez volt a jelentősége. Persze az eredmény is mindig számít valamennyire, mert a gyerekek számolják. Úgyhogy, de lehet, hogy az most csak másodlagos volt számukra. Az elért eredménnyel elégedette? Nem vagyok elégedett, mert volt mérkőzés, amit nekünk meg kellett volna nyerni, és akkor nekünk kellett volna a harmadik helyen játszani. Sajnos ezt elbuktuk, úgyhogy nem sikerült a négy közé kerülni, de azt gondolom, hogy a két fradi csapat az kiemelkedik a mai tornáról játékban és fizikálisan, úgyhogy megérdemelten nyerik, mert ugye ők játsszák a döntetet, két fradi, ezt a tornát. Ha szabad egy személyes kérdést föltenni, ön milyennek látta azt a meccset, amikor a Fradi játszott a szekszárdi UFC-vel, és 2-2 lett a végeredmény? Hát hajtós, brusztos meccs volt. A szekszárdi fiatalok nagyon helytálltak, nagyon igyekeztek, lelkesek voltak, és tudták pótolni azt a, én szerintem azért a Fradi előrébb tart, azt a kis hiányosságot, amivel a Fradi előrébb tart, de hát ebből látszik az, hogy lelkesedése, akaratta, sok mindent lehet pótolni a pályán.